Sziasztok, ez itt a Blockchain Blomhungary, a blockchain tudásforrás, én Pinky Attila vagyok, és a mai videóban arról fog beszélni, hogy megtörtént, letartóztatták Sam Bankman friedet a tegnapi nap folyamán, hétfőn a Bahamákon. Aztán a második hír arról szól majd, hogy milyen fontos adatok várhatóak a mai nap és a holnapi nap folyamán, ami bizony megmozgathatja a piacot, valamint a harmadik hír pedig arról szól, hogy 75 millió dollárban adományozott az FTX különböző politikusoknak, és... Lehet, hogy most a csődvédelem miatt ezt bizony nekik vissza kell fizetni, ez egy érdekes fordulat lehet. Szóval ezekről lesz a mai videóban, és persze hozom majd a kérdezfelek robotot. Ezt a könyvcsomagot pedig most karácsonyra akcióban veheted meg, két extra dolog is jár hozzá, tehát nem csak egy könyv, egy szótár és egy útmutató, ugye ennek az ára így 15 ezer forint, a kriptoskönyvek.hu oldalon tudod egyébként megvásárolni, tehát itt van a link a videó alatt, és a gyűjtő linkekből ugye ezt ki tudod választani hanem emellett jár még hozzá egy másik könyv is, a nagy TikTok könyv ajándékba, akit esetleg érdekel, vagy azt szeretné mondjuk ajándékba adni, és kihasználja ezt a lehetőséget. Sőt, egy ajándék utalvány 5000 forint értékbe a Budapesti VR Vidám Parkba, aki szeretné megtapasztalni, hogy milyen is az a VR virtuális valóság élmény, milyen lehet majd a metaverzumok világa a jövőben, annak itt van a lehetőség, el lehet menni családdal, fel lehet használni ezt az 5000 forintos kupont, tehát egy 25 forintos csomag igazából 15 ezer forintért a készlet erejéig és ne felejtsétek el, hogy folyamatosan friss elne, frissülnek itt a dolgok a Patreonban. Tehát most is, ugye itt is, amikor tegnap is föltettem egy posztot, hogy mik várhatók most a, a héten a piacon, aztán ahogy jött az info Sam Bankman figy letartóztatására, tudjátok, hogy itt van a Patreonban, rögtön elsőnek értesül a dolgokról, ide mennek föl leggyorsabban a hírek, aztán ahogy haladok a nappal, készülnek természetesen videók, de akinek a gyorsaság és gyors reakció fontos, azok úgy és itt tartózkodnak. Valamint egy új videót tettem fel most előbb. Kételyek a Proof of Reserve-vel kapcsolatban, hogy szeretné valaki megérteni, hogy hogy működik ez a váltóknál, ez a Proof of Reserve, mi az a Mercury, mi az Mercury Tree és Mercury Root, hogyan működik, hogyan tudod a saját tranzakciódat ellenőrizni, hogy ez része -e? annak, amit ugye a váltó kiad Proof of Reserve néven mondjuk képességgel a Binance-en, mind megtalálható ebbe a videóban, tehát a Patreon-ban vagy, akkor erről is ö, tudsz ö, tanulni, és folyamatosan képezheted magadat. Na de akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki jelen pillanatban a piac. Tehát másfél százalékot ment fel az elmúlt 24 órában, 17.198 dolláron a Bitcoin, egy és fél százalékot ment szintén fel az Ethereum, 1268 dolláron jelen pillanatban aztán az élen jelen pillanatban a Toncoin van közel 11 kal aztán következik a Stacks 6,21-el, majd Lido DAO 5,3-mal, a vesztesek között pedig az élen a Trust Walletnek a tokenje 18 os mínuszban, aztán USDN 13 ot esett, és a mögött pedig a Pancake Swap áll jelen pillanatban. Ha megnézzük a Bitcoin gyertyacsártot, ez itt egyébként a napi leosztás, továbbra is Benne vagyunk napin ebben a csatornában, tehát tartunk szépen felfelé. Itt volt egy kis kanóc lefelé a tegnapi nap folyamán, de visszajöttünk, és ugye ezt a trendvonalat továbbra is tartja a Bitcoin. A mai nap majd fogok róla beszélni, hogy miért is érdekes lehet, ami esetleg akár egy újabb induláshoz is vezethet, és majd meglátjuk, hogy egészen idáig jutunk a következő ellenállási pontig, vagy pedig tovább merészkedünk de ugye ez majd el fog akkor dőlni. Amit érdemes egyébként figyelni, itt mondjuk ilyen a nagyobb rallinál, a nagyobb relief rallira gondolok, tehát nem új csúcsokat döntögetünk a bitcoin esetében és más kriptó esetében, hanem csak egy kicsi fölemelkedés ebből a gödörből való kijövetel. Hogyha megnézitek, ez nem más, mint a 200 napos mozgó átlag, ez a két vonal, kék vonal. És amiért érdemes ezt egyébként megnézni, az az, hogyha látjátok, ez itt például a 2018-as medvepiac, és ami utána volt, hogy amikor a kék vonal alatt tartózkodunk, az abszolút a medvés időszak, és ellenállásként használja nagyon sokszor ugye ezt a kék vonalat, nézzetek, szinte pontosan odáig megy ö, fel. Amikor viszont áttöri, akkor viszont egy nagyobb rally szokott következni, aztán megint bement, mert ugye itt volt ez a pandémiás helyzet, de a pandémiás helyzet után egy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül ismételten nem ment be alá. Mikor volt ez, amikor itt volt egy időszak, ugye utána mentünk is tovább le, majd természetesen itt valamikor az év elején, januárban néztünk be a 200 napos mozgóátlag alá, azóta ott tartózkodunk, és ugye ez mindig a medvés időszaknak a jele. Szóval jelen pillanatban ez a vonal itt, itt 17, most 20.700 környékén van, és Akár az is elképzelhető, ha van esetleg egy egy lendület egy pici a bitcoinba, és viszont még továbbra is marad a medvés hangulat, mert azért a makró helyzet az továbbra is rózsás, és még érdekes dolgok lehetnek itt a kriptóberkekben is, akkor lehet, hogy ez ellenállásként fog funkcionálni, és akkor valaki ki tudja használni ezt a jó kis lehetőséget, hogy itt egy emelkedés, aztán utána tud profitot kivenni, mindenki persze úgy csinálja, hogy szeretné, de hogyha ezt áttöri, és ugye fölötte zár és fölötte tartózkodik, akkor az adhat arra okot, hogy akár egy picit megindulhatunk, de mondom, ezekkel nagyon-nagyon-nagyon óvatosan, mert azért kemény 2023 várható, még itt ugye hamarosan már belépünk abba az évbe. Na jó, ez egy gyors szuma erről, most pedig akkor jöjjön az első hír, az első hír pedig nem szól másról, mint arról, hogy letartóztatták Sam Bankman Friedet. Ugye már nagyon sokan elégedetlenek voltak, és nem is hogy Komolyan mindenféle csipcsúbb dolog ér az embereket, ugye rács mögé dugják, pikpak letartóztatják. Itt van ez a gigászi csalás, dőlnek a dominók a kriptóban, és igazából annak a kriptóta váltónak az alapítója és most már ugye ex ceo -ja, Sam Bankman Fried pedig szabadlábon, nem tudom, videójátékozik a balmákon. És hát most akkor ez már nincs így. Ugyanis tegnapi nap folyamán hétfőn Sam Bankman Fidet letartóztatták a Balmákon, és így azt mondják, hogy valószínű kiadják majd az Egyesült Államoknak. Ami érdekes, ez a mai nappal kapcsolat kicsit ilyen misztikus, hogy ugye miért bejelentették volna hogy egyébként a letartóztatást, a Bankman Fried-től azt várták, hogy kedden, azaz, hogy a mai napon Tanúskodjon a képviselőház pénzügyi szolgáltatási bizottsága előtt. Aztán letartóztatták. Szóval ez jó kérdés, hogy akarták-e, hogy itt bizonyos dolgokról ő még részletesebben beszéljen, vagy látták, hogy ő nagyon szívesen beszél, ad még interjúkat ezekben a helyzetekben, nem hallgat az ügyvédekre. Tehát jobb lesz ezt rövidre zárni, hogy miért most, ugye azért tudjuk, hogy a, az FTX botrányban több politikus is érintett, aztán most vagy felfedik, vagy nem fedik, vagy szőnyögrá tudják söpörni, vagy nem, ezt majd meglátjuk, de jelen pillanatban Mindenképpen úgy gondolták, hogy már csak ezért is szerintem jó ötlet, de egyébként meg úgy simán egy ilyen dologért ö, már igazából eltartóztatásnak meg kellett volna történnie. Um, és elég súlyos vádak vannak, ugye itt a felsorolva. Elektronikus csalás, banki csalás, értékpapírral való, ö, ugye értékpapír csalás, pénzmosás összeesküvések, különböző összeesküvések itt a háttérben. Tehát, hogyha ezeket mind ráhúzzák, akkor, akkor bizony egy jó ideig hűvösen lehet, és hát majd meglátjuk, hogy a, a, a többi érintett mi lesz. Mondjuk a Alameda Research CEO-jával, ugye? de, de itt most olyan pillanatban a Sam Bankman Fried az, akit elővettek, és, és, most akkor le is tartóztattak. Szóval ez volt mindenképpen egy, egy, egy fontos hír, ami megtörtént, és majd itt előbb-utóbb megint újabb és újabb dolgok látnak majd napvilágot, amik persze mozgathatják majd a kriptópiacot, ami egyébként is rendesen kapott pofont az utóbbi időkben. Na de, Azért ma van lehetőség arra, hogy lehet, hogy lehet egy kis fellélegzés. Ez egy feltételes mód, mert nem tudjuk még, hogy milyen adatok jönnek, ma is, holnap. Viszont ami fontos, hogy először is jön a fogyasztói járindex adat a mai nap folyamán, holnap pedig az FOMC meetingnek az eredménye, már pedig, hogy hány bázisponttal fogják a kamatot emelni. Erről szól a következő hír. Ez a hét talán az egyik fontos hét lehet decemberben, ugyanis érkeznek az adatok a mai nap és a hónapi nap folyamán. A mai nap a CPI adatok, tehát a fogyasztói árindex adatok délután fél három körül látnak majd napvilágot. Ahogy ezek kijönnek, tudjátok, én mindig dobok föl a TikTokra egy short videót, vagy ide a YouTube-ra is. Tehát mindenképpen rögtön időben értesítelek róla, hogy mi történik itt a piacon, és, és, mi az eredmény. Aztán holnap is így lesz, mert holnap pedig ugye az esti órákban 8 óra után lesz majd a sajtótájékoztató, az FOMC meeting után, ahol kiderül, hogy hány bázisponttal emelik ugye a kamatot, az szintén befolyásolhatja a piacot, arról is igyekszem majd azonnal, ahogy lehet videót csinálni. Tehát lényeg, hogy legyetek feliratkozva, akkor kapjátok az értesítéseket, és ugye a TikTokon is különböző short teszek közé. Tehát itt van a két felület, ahol elég gyorsan tudok reagálni különböző dolgokra. De természetesen, mint mindig, az első, mert a cikket a leggyorsabb megcsinálni, mint egy videót azért föltenni, na mindegy, szóval, hogy ez egy kicsit hosszabb dolog, bár ezeket nem szoktam feliratkozni, minél gyorsabban felteszem, de ha Patreon tag vagy, akkor természetesen rögtön ezek az adatok, ahogy én hozzájutok, teszem fel oda őket. Na! És akkor nézzük meg, hogy mit várunk. Tehát az előző alkalommal, ugye az októberi hónapra vonatkozólag 7,7 volt a fogyasztói árindex éves levontásban. Ezt most 7,3-ra várják, tehát jobbra számítanak. És a másik, ez a Core CPI, ami ugye nem tartalmazza az ét, és az energiát, az pedig ugye 6,3 volt, az 6,1-re várják. Tehát itt is egy, 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 egy csökkenést várnak. Valamint az emelésben, ugye eddig 75 bázisponttal emelt a Fed, az elmúlt ülések alkalmával, ez ennek az évnek az utolsó ülése, ugye az elmúlt hónapban is volt egy november, akkor is 75 bázisponttal emeltek, és most azt várják, hogy ez 50 bázispontos emelés legyen, tehát itt is egy mérséklődést várnak, és ha mindezek a dolgok jól alakulnak, akkor persze még nincs a hallelúja, és akkor teljesen megoldódott az egész, és kitörtünk, hiszen hol vagyunk még attól a céltól, attól a kétszázaléktól, amit a Fed belőtt egyébként magának, hogy majd annyi lesz, hanem a helyzet egyénülre annyi az, hogy hogy mérséklődik az emelés. Tehát ott még emelünk, csak azt mérsékeljük, de ezek apró jelek lehetnek, amitől a piac tud egy picit jó hangulatba kevér, kerülni. Na, hogy ez megtörténik, vagy már ez tényleg beáraszt a piac, annyira ezt várja, ezt majd természetesen a bejelentés után fogjuk látni, csak azért érdemes figyelni, mert ennek lehet hatása a piacra Ö, yeah, rövid távon. Na jó, és akkor jöjjön a következő hír, a következő hír pedig nem szól másról, mint hogy tudjuk, hogy az FTX nagy adományozott sok-sok millió dollárt politikusoknak. Na, ugye megtörtént ez a e, csődvédelmi kérelem, és lehet, hogy ezt a remek adománymennyiséget vissza kéne valahogy szolgáltatni. Nem kevés pénzről beszélünk, 75 millió dollárról nagyjából, amit az FTX különböző politikusoknak adományozott, és ugye megtörtént a bizonyos Chapter 11 na mi az csődvédelem novemberben, és ugye ennek kapcsán könnyen lehet, hogy ezeket a pénzeket vissza kéne szolgáltatni, hiszen a ö, hitelezőit az FTX-nek, ki kell valamiből fizetni, hát akkor ugye be akarják gyűjteni lehet ezeket a pénzeket. Valaki már úgy vélekedett, hogy próbálja magát elhatárolni az FTX-től, és ezért ezt már nem tudom, felajánlott ezt a pénzt, amit kapott, és nem tudom, adományozott valahova. De a lényeg az, hogy ennek ellenére, hogy megpróbálnak sokan elhatárolódni most az FTX-től, ennek ellenére lehet, hogy nekik kell ezt visszaszolgáltatni, és akkor ezt meg kell valahogy oldani. Szóval ez még egy nagyon érdekes fordulat lehet, hogy mi lesz majd itt ezekkel a pénzekkel, hogyan fognak visszajutni, eltapsolták-e már ezeket, tovább ajándékozták-e, Itt tudom én, tehát ez még egy, még, egy, még egy, újabb szál a sztoriban. Minden esetre ez FTX botrány azért rengetesen megrángatta a kriptópiacot, és olyan cégek lettek benne érintettek, akikre először nem is gondoltunk, hogy gondba lehetnek és még szerintem nem ért véget a buditát, itt még nagyon-nagyon sok minden kiderülhet, ugye még csak most tartóztatták rá Sam Bankman Friedet, jönnek majd a tárgyalások, kihallgatások, va szóval lesz itt még e, csinadratta és érdekesség. Na jó, ennyit akkor a hírekről, és most pedig jöjjön a fellek rovat. Ugye a tegnapi nap folyamán Mártonnal, Ménálik Mártonnal csináltunk egy közös be, beszélgetést a befektetésekről két bévet, és aztán összecsúszott a dolog. Ugye ez volt az, mi szerint ugye befektetési gondolkodásmódról beszélgettünk. Bocs Márton, nem így akartam ezt ki elvíteni, aludt közben. Na ez mindig a YouTube remek képe. És a lényeg az, hogy ugye Mártonnak van egy szuper új könyve, és nem csak egy könyv, hanem ugyanúgy egy ilyen set, ami nekem is van. És most ebből öt darabot fogunk kisorsolni, csütörtök éjfélig lehet részt venni a sorsoláson, addig kell a feltételeknek megfelelni, és pénteki videóban fogom sorsolni. Jó? Tehát itt van ugye itt a, a Márton videója alatt, mármint hogy az én csatornámon, csak ugye a, a, a hétfői videó alatt megtalálhatjátok ezt a nyereményjáték linket. Hogyha erre rákattintotok, akkor elvisz arra az oldalra, amin keresztül ugye rá tudtok menni Márton csatornájára, és be tudjátok követni alap, hogyha itt most nézitek, még mielőtt az a Blockchain Bloom Hungary csatornája legyen bekövetve a részetről, utána legyen bekövetve a Márton csatornája, és a Márton által ezt a videót ide jöhet egy like, <coughs> lájkoljátok like be, és ez megtörtént, akkor ezekkel, és mondom fontos, hogy ez a nyereményjáték linken keresztül menjetek majd ugye a Márton ö, csatornájára, és ott akkor majd, ha ezt így csináltok meg, kéri majd a neveteket és az e-mail címeteket. És a lényeg az, hogy akkor sorsolok, és csak akik így ezen keresztül csinálták meg a dolgot, és egyébként alapból követik már a Blockchain Bloom hungary azok fognak részt venni ebben a sorsolásban. És köztük fogunk kisorsolni ezt az öt szettet, aminek darabja 20 ezer forint értékű, tehát ez egy 100 000 forintos nyereménynek lesz majd a kisorsolása a pénteknek folyamán. Szóval akit ez érdekel, nektek semmi nem kerül, csak két oldalnak a bekövetésével, ennyi meg ennek a videónak a lájkjába. Ennyi. Jó? És akkor most innen hoztam egy pár dolgot, mert nagyon örülök a visszajelzéseknek. Ugye írja például János, hogy nagyon jól beszéltél Marci, akkor te már tele vagy, mint az űrhajó. Jó kis felvilágosító beszélgetés volt. Ez én 17 éves korom óta hasonlóképpen gondolkozom, ennek köszönhető Ahová már eljutottam még több ilyen videót, hogy mások is megértsék, mennyire fontos, hogy magunk urai legyünk, és ezt hogyan kell ugye, elérni. Tehát ugye ez a videó főleg arról szólt, hogy, és ezért egy nagyon-nagyon fontos infokat szerintem tartalmaz, mert én is, és ugye Márton is a befektetések területén vagyunk. Két külön területet képviselünk egyébként, bár én is úgy vagyok hogy az ingatlant jónak tartom, csak ugye ott más a, a belépés, tehát az, az nem minden kinek adatik meg, mint aki úgy dönt, hogy a, a kriptó ugye irányába megy, tehát értem az alatt inkább mondjuk a bitcoint, vagy azokat a kriptovalutákat, amiket preferálna, azt ugye arányra a kis pénzzel is el lehet kezdeni, de természetesen teljesen mások a kockázatok. És itt ez a beszélgetés főleg arról szólt, hogy euh, miket kell ahhoz megtenni, hogy mi a későbbiekben sikeresek lehessünk, és hogy ez mennyire egy nem egy egy-két perc alatt elérhető rövid út, hogy mennyi akadály van ebben, hogy milyen e, pofonokat kell ugye kiállni, mennyire kitartónak kell lenni, és miket kell megtenni ahhoz, hogy végén ugye elérjük a célunkat. De ha ezt nem tesszük meg, akkor meg garantáltan nincs növekedés. Ha elégedetlen vagy az életeddel, akkor változtatnod kell neked. Senki más nem fogja ezt helyetted megcsinálni. Vagy beletörődsz, csak akkor ne panaszkodj ha valami nem jó, vagy pedig nem törődsz bele, és akkor mindenképpen lépsz abba az irányba, hogy jobb legyen. Ugye mindenki egy X időt kapott itt, hogy eltölthet, ennyi ideje van ebből a legjobbat kihozni, és mindenki annyit hoz ki az életéből, amennyit ugye ő ugye nem azt mondom, hogy szeretne, hanem amennyit ki tud hozni, és ez, ez bizony sok-sok verejtékkel jár sokszor. Aztán valaki írja, hogy nagyon jó volt ez a beszélgetés, élveztem hallgatni, élveztem hallgatni. nevettem is egy párszor, tiketten sokat tudtok adni az embereknek fejlődés terén, további sok sikert mindkettőtöknek. Nagyon szépen köszönjük, örülök, hogy, hogy, hogy számodra is hasznos volt a videó. Aztán szerintem ez is egy tanfolyam volt sokunknak, sokat tanultam, én is eddig, de ebből is tanultam pár gondolatot, köszönöm. Tényleg közel másfél óra, tehát bőven-bőven van benne információ, és kitérünk az ingatlan piacra, mesél a dubai érményekről, ugye most jött Márton vissza onnan, a magyar ingatlan piacról, a 2023-as kilátásokról, beszélünk a kriptóról, a befektetési befektetői gondolkodásról, könyvről, ami érdekes lehet, tehát hogy, hogy sok minden tényleg benne van. Aztán... Ja, valaki írja, hogy én azért kíváncsi lennék egy Ukrajnából menekült ingatlan gyűjtögető véleményére, hogy jó ötlet volt egy nyugdíjas gondolva ingatlanokat vásárolni. Ne gondolja senki, hogy nem lehet egy akkora fordulat itt is, és Isten óvjon attól, hogy bekövetkezzen, de azért láttunk a történet során érdekes dolgokat. Azért ez, ez, azért egy nagyon fontos gondolat, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha valaki egy befektetést csinál, és azt mondja, hogy az aránylag tök jó lehet, mert mondjuk tényleg mondjuk az ingatlan nem annyira kockázatos befektetés, de benne van, hogy ez nem annyira kockázatos. Nem az, hogy nem kockázatos befektetés. Tehát aki befektet, annak is bármi befektetsz, de még egy startup céget is indítasz, mindig azzal kell számolni, hogy itt valószínűség számítás van. Ha befektetői gondolkodásod van, akkor némi kockázatot válasz. Többet, kevesebbet ezt mindenki magának dönti el. Viszont benne van a kockázat. Ezért a valami egy százalék esély is van, hogy azt elbukt, az az egy százalék ott van, és bekövetkezhet. Szóval senki ne azt várja el a befektetésektől, hogy én most valamivel beteszem a pénzem, és biztosan ebből megszedem magam, vagy biztos, hogy jól fogok kijönni belőle, vagy biztos, hogy profitom lesz. Nem, abszolút nem biztos. Ugyanis mindig vannak olyan események, amire előre nem számítunk. Például Ukrajnában kitölt a háború, és aki úgy gondolta, hogy Kievbe egy baromi jó volt, ötlet volt pár évvel ezelőtt egy pár ingatlant venni, hogy majd fölmegy bizonyos régiókban az ára, az bizony most csúnyán mellé nült. De aki már abba gondolkozik, hogy ingatlan portfólió, tehát hogy több ingatlanról, hogy, hogy ingatlan gyűjtögető, ugye véleményére ennek kíváncsi, annak javaslom az, hogy itt is diversifikáljon. Tehát vegyen akkor Dubajban, vegyen itt, vegyen ott, vegyen amott. Nem kell egy országban vásárolgatni az ingatlanokat. Nyilván itt már egy komoly portfólióról beszélünk, aki több ingatlanban gondolkozik befektetés szintjen. De azért mondom, hogy aki gyűjtögeti, az aki egy adott országba vesz, mondjuk itt Magyarországon vesz egy ingatlant, ki van annak szolgáltatva, hogyha bármi történik itt, akkor az országgal ugye mi van. De megnézi, hogy akkor vásárol, amit tud, ha valahol nem tudom, Tubajban, Európai Unión kívül, vesz egy olyan ingatlan, nem tudom én, Spanyolországban valahol, csak most mondok példákat, nyilván ezek, ezek, csak így ötletelések. De lényeg az, hogy ne egy helyen legyenek a dolgok. Ez ugyanúgy, mint egy helyen tartsuk a befektetéseinket. Lehet ingatlan, kriptó, tőzsde, nemesfém, nem tudom én, különböző Bármi. Tehát ki, ki miben lát cégekbe kül, ö, fektetni, startupokba fektetni, és mindegyiknek más a kockázati szintje. Szóval ö, igen, mindig bejuthat a krach. Ez benne van. Tehát az életben is ez ilyen. Az élet, tehát a befektetés olyan ö, tényleg, mint az élet. Nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. De valószínűleg olyan dolgokat cselekszünk, amiből azt következik, hogy, hogy rendben vannak holnap a dolgok de annak ellenére történt egy olyan fordulat ami fölébredünk, és uf, erre nem számítottunk, és, és, és bárkivel bármi történhet. Nincs semmi leírva előre. Szóval senki ne azt, tehát mindig ezek a kérdések, hogy uh, hol lesz az alja, uh, hol lesz a csúcs, uh, mit vegyek, uh, mikor adjam el. Hát ezekre nincsenek megoldások. Erre van a tanulás, hogy te magad legyél annyira érett és tapasztalt, hogy ezeket meg tud hozni, ezeket a döntéseket, és csak valószínűség számítást csinálsz. De megkérdezni emberektől, hogy ki, tehát megkérdezel bárkit, ő is csak egy hétköznapi ember, azért, mert hogy van több tapasztalata, nehogy akkor is a felelősség a tied lesz. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha valakit megkérdezel arról, hogy ö, mi a vélemény, elmondja a vélemény, és azt mondja, hogy jó, oké, köz, köszi a, a tippet, akkor most veszek, vagy eladok. Miért? Mert ő mondta attól még te úgy döntöttél, hogy igen, úgy gondolom, hogy szerintem igaza lehet, de akkor már megint nem az ő döntése, hanem a te döntésed volt az. És ha az nem jön be, amit bárki mondott neked, akkor tudd, hogy az csak kizárólag te hibád volt, mert miért lépted meg? Azért lépted meg, mert te egyetértettél vele. És hogy ebben lehet rutint szerezni, hogy azért olyan dolgokkal azért olyan könnyen ne értsünk egyet, ami meg kicsi a realitás, amikor jönnek ezekkel a nem tudom én shitcoinokkal, meg nem tudom mik, hogy ú, ebből vegyél, ebből gaz, százszorozol minden, most nézd meg, hogy mindegyik hogy néz ki. És nézd meg azokat a youtubereket, akik tolták ezeket, hogy mit vegyél, azt vegyél, hogy na, szuper, ebből hány fogja túlélni? Szóval mindenki legyen elég okos és elég képzett ahhoz, hogy tudjon felelősségteljesen dönteni, és utána gyakoroljuk a felelősség vállalást, mert a befektető élete erről szól olyan, mint a saját életed, a saját befektetésére és te várod a felelősséget. Na, szóval nagyon örülök, hogy ez a videó nektek ilyen hasznos volt, hogy ilyen sok jó visszajelzést kaptunk Mártonnal, és, és nézzetek az ő csatornát is, főleg ingatlan, amiről ő beszél, de, de lehet látni, azért a 15 év tapasztalat az, az, az mindenképpen adott neki pár olyan pontot, amik mentén mások is tudnak egyébként szerintem haladni. És ha tetszik ez a videó, amit uh, ugye, csinálok, akkor mindenképpen nyomj egy lájkot, ez csak egy gomnyomás a részedről, de viszont nekem egy tök jó visszajelzést, valamint iratkozz fel erre a csatornára, hogyha akár ilyen beszélgetéseket, akár a napi híreket, akár a gyors, uh, friss, short videókat szeretnéd megkapni, hogyha történik valamint a ma és a holnapi nap folyamán is teszem ki az adatokat, amikor uh, kijönnek. Csak legyél itt, mert akkor napra kész tudsz tenni az a fontos. Nos, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor holnap jövök vissza, megint a legfrissebbekkel. Sziasztok!